Jó napot, Krisztián! Nézzük meg a vaskészletünket! Aszta! Hát nincs olyan kevés vasunk. Viszont sokkal több kellene ahhoz, hogy megépítsünk egy fogházat. Neked. Látod? Egy milyen rakoncátlan ember vagy? Muszáj neked egy fogházat építenünk. Kellene sokkal több vas. Mert alig van vasunk. Igen, és mindig el kell mennünk bányászni vasat, hogyha kell új. És azért ez azért nem olyan sok. Nem? Ez azért nem olyan sok vas, hogyha így belegondolsz. Körülbelül naponta háromszor eltörik az envilünk, és már nagyon megcsappant a vaskészletünk. Tehát, Krisztián, kellene építenünk egy vasfarmat. Vasfarmat... Hogy kell olyat építeni? Karatesév, hogy kell vasfarmat építeni? Nem tudja karatesév se. Akkor nem tudunk, mert nem tudja karatesév se. Én tudom, Krisztián. Várjál, megkérdezem a Lükvált. Te tudod, hogy hogy kell vasfarmat építeni? Igen. Azta! Tudja. Tudja. Igen. Na, Lükepál, akkor mondd el, hogy kell vasfarmat építeni. Hát úgy kell, hogy Iron Golemekkel. Hát nem tudod, te ökörparom. Kösz szépen, Lükepál. Végre valaki megmondta Máténak, hogy mi is ő valójában. Egy ökörparom. És te amúgy nem tudsz normálisan beszélni, csak ilyen idiótán. Milyen normálisan? Máté, hallod? Figyelj már! Például. Most teszem be valami. Hallod, Máté, neked van kapád? Nincs. Kapátlan Joe. Hallod, Máté? Leszarom a kapát! Az a helyzet, hogy Iron Golem farmat kell építenünk. Amit tudom is, hogy hogyan kell. Hát persze, hogy tudod, mert a Lükepál elmagyarázta. Hát nem magyaráztál, de mindegy. Majd azt én tudom. Na hello, srácok! Ez itt a Minecraft sorozat rész 68. része! Mi? Wow. A Minecraft sorozat második évadának 68. része pontosabban. És ebben a videóban nem más fogunk csinálni, mint megépítjük a hőn áhított régóta várt vasfarmat. Úgyhogy... ezt fogjuk ma megépíteni. Nem tudunk lemenni. Nem tudunk lemenni, mert beraktam üveggel, mert állandóan lementek a halak, és így most így fönnmaradnak, és tök jó. Szóval, Krisztián, a helyzet a következő. Kell egy nagyobb sík terület, hogy megépítsük a vasfarmat. Tehát kellene találnunk egy ilyen helyet, és egyébként egész egyszerű a vasfarm megépítése. Egész sokat fog termelni. Mivel ugye úgy is fogunk itt játszani a pályán, például ha már kész lenne, akkor már most is termelné, mert ha ide a közelbe építjük, akkor folyamatosan termeli. Szóval... Igen, Máté, mi én tudok itt tök jó vasfarmat, ami sokkal egyszerűbb. Na? Az, hogy megfogod a lusta valagadat, és elmész a vasát bányászni. Juhuu! Igen, de ahhoz meg kell mozdulni. Én meg nem akarok mozdulni. Mi volt ott? Lusta Máté, szia Mityőr, mi a helyzet? Várjál, adok neked most hallott. Már ezt az alkemi laboratóriumadat is most már meg kell építeni. Ja, azt is meg kell építeni, lusta disznó. Hello Gigantika, mi a helyzet? Jól vagy? Szóval, Krisztián, aludjunk, ha már úgyis itt vagyunk. Jó. És keressünk egy helyet a vasfarmnak, ugyanis van itt elég sok olyan hely, ahol ami jó lenne neki, és ki kéne választani egyet. Az elsődleges hely, amire gondoltam, az itt van elől, ez a hely. Ugyanis itt elég nagy egybefüggő terület van, hogyha kiírtjuk innen a bozótot, igen, viszont a fákat is itt hagyhatnánk. Jaj! Ez megőrült ez a pók, hát nincs is éjszaka, és megtámadott. Hát ilyen normális pókot se látott még az ember. Nézd már itt egy főd. Nézd már itt egy főd. Nézd, majd egy igen, egy enderman ide rakta biztosan. De az füveset rak, nem simás földeset. Sima földet is felvet. Szerintem te hazudsz nekem. Én soha nem hazudok. Én már megszoktam. Én soha nem hazudok. De hogy nem, te mindig hazudsz. Kis barátom. Azért is az a neved, hogy hazug John. Már... Na, Krisztián, kezdjük és el. És tényleg ez a neve, segítesz nekem, vagy baromkodsz?
mint hogyha én baromkodni szoktam volna. Hát igen, úgy, te baromkodni szoktál általában. Ezt úgy mondod, én folyamatosan nem szoktam, tényleg nem szoktam neked segíteni, mert én tudom. Csinálok mindent, és nem segítek, hanem én megcsinálom. Na, Krisztián, gyere. Hol vagy? Gyere. Hát de jó van, megyek. Segíts nekem. Hó, merre menjek? Hóba. Ide, akkor ide építsük meg, és ide kéne egy utat építeni erre felé, hogy itt le tudjunk majd menni. És az a kérdésem, hogy melyik szintre építsük? Mert szerintem ez a vízszintre. Hát, az jó messze van lefelé. Na, kezdjük el kiírtani itt a bazótot, és akkor... Jó. Megnézzük, hogy milyen hely van itt. Egyébként srácok, már nagyon sokan mondtátok, hogy építsünk vasfarmot, szóval gondoltuk, hogy mostanában most már elkezdünk majd ilyen dolgokat is építeni, ilyen redstone-os dolgokat, meg ilyesmiket, mert amúgy én nagyon szeretem a redstone-ozást, csak soha nem szoktam építkezni ilyen redstone-os dolgokat. Én is nagyon szeretem a redstone-ozást. Most tudod, mi az? Hát, hogyha nem tudnám, mi az, akkor szerintem... Definiáld a redstone-ozás fogalmát. Hogyha nem tudnám, mi az, akkor hogy szerethetném szerintem. Ja. Egyébként a Lükepálnak is le kéne rakni az érettségét, és akkor zsenipál lenne belőle. De én mondtam neki, hogy nem akarja. Mert ő csak ebbe a... bele van balondulva ebbe a vegyes boltos ötletébe. Hát figyelj, ha jó megy neki. Ja. Hát ő vállalkozó akar lenni, azt igen. mondta nekem. Nem akar érettségizni, neki nem kell érettsége vállalkozásához, hanem ő csak ezt akar csinálni, és akkor ő elvizeli. Ja, de ami miért karddal vágod? Azért, mert ez a bozót hasintó kardocska, mardocska. Szerintem ezeket a fákat nyugodtan itt lehet hagyni, mert ide nem fog teremni semmi ezekre, már lombra nem tud teremni. Ezeket a bozótokat vágjuk ki, és megnézzük, hogy akkor hova tudjuk építeni. Az a lényeg, hogy körülötte ne legyen 7 blokkos körzetben, ne legyen olyan blokk, amire rá tud teremni egy Iron Golem. De majd mindjárt megmutatom, srácok, hogy hogy kell megépíteni. Ja, egyébként, srácok, ezt egy videóban láttam ezt a Iron Farmot, mert én építettem magamnak egyet, csak nem tudom, hogy az működne most. Tudod, mi lenne jó? Hogyha kivenném ezt a kapát, és... Krisztián, te is csináld kapával, mert sokkal egyszerűbb. Én nem csinálom kapával. Miért? Hát megmutatom, figyeld. Mutatom, hol vagy. Na nézd. Most csak el. Látod ezt? Most komolyan elmentél, és ezt így fel... Mi? Ezt a... Nem. Egyáltalán semmi ilyesmi nem történt. Ez mindig is ez volt a neve. Azért ezzel vágom a bazótot. Aha, hát jó szar. Sokkal gyorsabban vágom. Nice. Na, jó. Az a lényeg, hogy kell egy hatalmas nagy üres terület, ahol nem tud teremni semmi. Lehet, hogy ki kéne fákjázni itt ezt a területet mindenhol, Krisz, hogyha van esetleg kedved hozzá. Persze van, itt van nálam 63 fákja. Na, akkor már. Boom, boom. Na, ez így egész... tűrhető terület. Szerintem ide el is fér. Viszont azt a fát, amire fölmásznál, azt ki kéne vágni. Meg a mellette lévőt. Hát szerinted miért másztam rá föl? Viccbe ő. Aha. Én kivágom ezt a mellette lévőt, és szerintem így jók is leszünk. Hát jó, csak ez tiszta ág az egész. Ki csinál Ki építette ezt a fát? Arra is gondoltam, srácok, egyébként, hogy valami ilyen redstone-os dolgokat építenék, szóval írjátok le kommentbe, srácok, hogy szerintetek milyen redstone-os építményeket kellene építenünk a Krisszel. Szerintem egy redstone-os WC-t. Oké, na itt egy egész jó kis helyet kialakítottunk. Ez ennyi, elég is lesz? Szerintem elég, igen, mert nem nagyon kell jó. Nagyobb hely. Na, akkor most várjuk meg, amíg eltűnnek az indák. Hát, ja, mondjuk az jó lenne. Ez egy egész jó hely, szerintem itt, szerintem ez így bőven elég is lesz. De hogyha esetleg nem, akkor majd így kifelé még... Majd még... Cocoa Beans! Az a kakaóba, te okostódod. És abból mit lehet csinálni, Cocoa Beans? Hát én csak is sütit, azt hiszem. Come on. Meg barna. Barna kakeszt. Nem, már gondoltam. Hanem... Én arra gondoltam, barna kakeszra. Na! Hey, ezt tegyük már innen, mert ez is itt berondít. Szóval, nem? Várjál, mert... Nem rondít innen be? Mondjuk, megfogom, és innen fog indulni. És akkor meglátjuk, hogy innen. Hallod, Mount, hey? Ha? Ezt ne szedjük innen ki, mert nézd már, milyen ronda ez itt. Vagyis itt szép, csak hogy útban van, nem?
Nem, nincs útban. Hát majd, hogyha nem lesz, nem jön ki, akkor majd meglátjuk. Na, szóval én nem fogok indulni, sőt, szerintem innen is indulhatok, sőt, innen fogok inkább indulni. Szóval ezt még itt kiváljom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. 3, 4, 5. Hú, ezt már nem emlékszem, hogy ez mekkora volt. 6, 7. Szerintem mekkora. És 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jó, oké, így jó lesz. Mi ez? Mi? Gyere már ide. De hol vagy? Hát ez mi a fene? De hol vagy? Hát itt. Mondom a koordinátát. Minusz 122, 155. Aha, itt vagyok. Gyere! Nézd már, itt találtam. Na mit? Mi lehet ez a titkos dolog? Mi ez? Amúgy én sejtem, hogy mi lehet ez, de mindegy, menjünk le. Ezt nézzük meg. Hát, jó, de nehogy ezt üst ki, hanem a ja, mellette lévő. Jó. Mert én sejtem, hogy mi lehet ez. Én tudom, hogy mi ez. Az állatfarm, te barom. Oké, próbálok azért emlékezni rá, de lehet, hogy majd meg kell néznem, bele kell néznem majd vissza a videóba, hogy mi a helyzet, mert nem biztos, hogy fogom tudni. Mit? Hát, hogy mit, hova kell rakni meg ilyenek. Ja. Tényleg, srácok, írjátok le kommentbe, hogy mi legyen a következő projektünk. A hajó, a Hínár Farm, vagy a Chris Super potifőző helyisége. Ez közül, három közül írjatok le, hogy melyik legyen a következő projekt a Minecraft sorozatban szerintetek. Jó? Aha. És amelyiket a legtöbben írjátok, meg a legtöbb like lesz kommenteken, azt fogjuk megépíteni. Mit szólsz, Máté? Oké. Ne már! Oh, állítsd már le magad a... Ne szabotáljál már engem a büzébe. A munkába, te ökörbarom. Meg kitiltalak a világból. Azt a, ezeket múltkor... Látod, már hasznát is vettem, hogy múltkor kaptuk. Ezt fejezd be? A múltkori videóban kaptuk. És már hasznát is vettem. Ellopta a spongyáimat. Hát el is loptam. Máté, tettem oda neked fákját, hogy ne legyen sötétséged. Jó? Aha. Oké, okay, na, Krisztián, azt csináld. Hallottad ezt a lópatakopogást? Nézd, nincs. Ezeket kösd össze, ez az összeset. Így, tudod így, hogy itt így végigmész. Uh-huh. Így, és itt összekötöd. Ezt így végig, körbe. De mindenhol. Mi az, hogy kösd össze? Mi az, hogy kösd össze? Mivel? Cérnával, vagy mivel? Lapáttal, kérlek szépen, és rakjál fákjákat, és azokat a fákat, amik útban vannak, azt szerintem nem kell kivágni, mert felesleges, mert úgyse tud oda teremni semmi. Na, kellenek nekem még pluszba épít... Én hülye vagyok? Uh-huh. Ja, hát tényleg hülye vagyok. Na mindegy, már ezt visszaásom. Én ezt eddig is tudtam. Én teljesen hülye vagyok, nem is úgy építettem, ahogy kell. Na mindegy, de most ugyanoda jöttem ki, most hülye vagyok, vagy hülye vagyok. Hallod, hol van a Prismarine sárdot, szóval kell rakni. Nem tudom, várjál, én is lepakolok akkor. Akkor ide rakjuk be, ide. Hát van egy rakás láda, szóval oda rakjuk, ahova ilyen tengeri blokkos ládát ki kéne izelni. Hát igen, ide rak, nézd, ez a tengeri blokkos láda, gyere ide. Ide fel, kintre is rakhatjuk. Nézd, ide raktam ide. Jó, de várjál, akkor rakok. Egy Prismarine sárdot. Igen. Jó, oké, akkor behozom ezt a sok marhaságot innen. De várjál, mert lepakolászom ezeket. Na várjál, mik kellenek nekem? Kellenek nekem fél blokkok. Leginkább kőből, vagy az sima stone is, jó? Na hát ez jó lesz. Oké, és stone cutterbe kivágjuk. Egy pár fél blokkot, mondjuk ennyit, ennyi biztos elég. Oké, kell nekem trapdoor. Egyelőre szerintem ennyi. De mi van? Mi kell még esetleg? Ja, ágyak! És szerintem egyenlőre ennyi elég lesz, de majd mindjárt meglátjuk, hogy kell-e még valami. Jó. Ez egy egész jó hely lesz ennek a vasfarmnak amúgy. Sőt, ez egy nagyon jó hely lesz. És itt hagyja. És most vihetem ezt is vissza. Na mindegy, mi? Nem érdekel most annyira. Kellene majd idehozni három falusit, Krisz. Három falusit? Nem áll. Aha. De nekem most különféle dolgaim vannak. Jó, van, fejezd már be! Mit? Milyen különféle dolgaid, tudod, mi az, hogy dolog? Dajnom. Igen, ide kell majd még egy csónak, ja, meg fákjákat kell leraknom.
De most te komolyan megfogtad, és csak így összekötötted, és nem váltad ki. Azt mondtad, kössem össze. Ezt komolyan mondom, ezt egyszerűen nem hiszem el, hogy ilyen lustadag. De miért vagyok lustadag? Hát azt mondtad, hogy kössem össze, és ennyit csinálja. Ezt mondtad. Hát most, hogyha ezt mondod, hát akkor mit csinálja? Hát jó van, de hát meg gondolkodhattál volna, hogy... Hát én gondolkodok, csak hiába nem mondod. Tudod, hova. Nem gondolkodsz, te csak magyarázó. Na most mit csinálsz? Semmi között azzal. Nem kéne segíteni, gondolod? Hát, nem tudom. Őszintén szóval, ám nem érdemled meg, kicsomány. De most te miért vagy ilyen mega ocsmány? Nem tudom. Jó, na, megyek, segítek. Hát jobban is kitaláltam egy vadi jó vadállat ötletet. Kitaláltam egy vadi jó ötletet, és azt próbálom megvalósítani, de nem sikerül. Ide kellene behozni a falusiakat. Szóval, Krisztián, megvan a falusiaknak a helye. Azt kéne megcsinálni, hogy idehozni a falusiakat. Megteszed ezt? Igen, pillanat, mindjárt hadom. Három darab kell. Csak ki ne engedd ott az összes falusit. Igen. Nézd, várj, akkor inkább segítek. Nézd, azt kéne, hogy kellene egy csónak. Ja, meg még le is kell egy csónak. Hú, akkor meg jó is, hogy eszembe jutott. Meg majd kell egy zombi. Úgy látom, hogy nincs csónak, szóval akkor csinálok. Oké, egyet le is viszek a farmba, mert oda is kell. Oda egy zombit fogunk beültetni. Ja, és azt el is kell nevezni. Ezt nehogy elfelejtsük. Kell egy name tag, és zombi elnevezés, nagy dispawnoljon. Oké, ebbe bele fog ülni a zombi, és akkor itt lesz a helye. Jól van. Ja, és ezt még körbe kéne rakni kerítéssel, hogy nehogy bemenjen valami mob véletlenül. Mert az nem lenne vicces. De miért kalandozol el, amikor vas farmot építünk? Én ezt nem tudom felfogni, kis barátom. Vas farmot. Na, és akkor mit kell csinálni? Dök haver. Három falusit kell hozni. Három falusit? Nehezebb, ha feladatot nem bírsz adni. Mert amúgy ez marha nehéz. 150 falusit kell hozni. Hát de ez túl nehéz így is. Nézd, ide rakjunk csónakot. Innen kigyilkolok egyet mindig, és akkor... Ne gyilkolj meg én mindig egyet, hanem... Legalább. Hanem ki kell ütni alóla. Ez is ki fog futni. És, várj. Jó, így. Ja, és a kaput ki kellett volna nyitni, nem kellett volna. Miért ütött ki, mikor itt a kaput, te nagy okos? Hát miért van ott kapu? Ragd le! Ragd vissza. Jó, van. Na. Oké, kinyitom a kaput, ki fog futni. És alatta üti ki a blokkot. Hát ez hülye. Ezt a majom ember. Hát de most, hogyha alatta de üti most ki... De most miért mondtad el? Na, várja, visszajavítom. Te pancser béna. Na, irány kifele. Jó. Oké. Nem szállt be, jövő nem para. Baj, nyugi. Ez na, majd beszállt, jó, oké. Ez meg majd beleül vissza ebbe. Oké, akkor ezt ki kell vinni oda izéhez. Csak nagyon vigyázz, hogy az útra rá ne menj. Milyen útra? Hát az útra. Ez most komoly. Igen, nem szabad rámenni az útra. Ki kell szállni. Nyisd ki őket. Remélem megőrült. Krisztián, ez valami barzalom. Na. És rámegy az útra. Hát de hogy ne menjek rá, az úton megyünk. De, majom. Jó, mindegy, úgyis izével fog kelleni kivinni. Mert innen nem tudjuk kivinni. Jó, hát akkor kösz. Na várj, akkor csinálok valami crafting station. Most mit vett fel? Ki tudom csalongatni. Mit csináljak neki? Ez fisherman lett. Ez komoly. Miért lett fisherman? Mit kell neki csinálni? Mit vett fel? Várj, hogy csinálok ilyen parasztost. Ezt a parasztot. Ja, ezt vette fel itt. Hova tűnt? Már főm, ez fejbe csaplak Baltesszmal tesszal. Mit csinálsz már? Mit tizéz? Ne legyél már béna. Ez itt nem jó. Ezt itt ne csináld. Hallod? Hiá. Fölvette egy barelt. Valahol. Minek vette? Minek teszel mindom a barelt? Na barelt. Ezt mondtam. Ez. Hát de most ez az én hibám. Ő vette a barelt. Tőveszem, hogy a barelt kap. De miért nem ül bele? Hát miért nem ül bele? Hát hogy te rajta áll? Hát nehogy már. Mert fönn van a... Mi?
Mondom a megoldást. De én mondom én is a megoldást, ezen majd végig kell menni. Mondom a megoldást. Ide kifelé. Ezen nagyon ügyesen végig kell majd menni kifelé. Na, ülcsizzé bele, ülcsizz. Miért nem ül bele? Most lök bele. Nem tudom belelökni. Ne, lökd. Le fog menni. Ez az, jó. A Mester Krisztián okay. Megoldotta. Hello, Lüke Pál. Nézd, itt visszük ezt a elmebeteget, aki nem akarja fővenni a kompausztert. Oké, okay, és vidd oda, és hagyd ott. Mondjuk jó. Lehet, hogy megalik a mabok. Hát lehet, de nincs. De most ez miért vett fel egy munkát? Mert szuper ügyesen kivilágítottam. Na, és akkor most ezt még meg kell csinálni kétszer. Ezt jó, majd hát én egyedül kiviszem. Itt van. Máté, csak távol is, Delin, ülj bele, ülj bele! Hát beleültem! Hopp, várj, gyorsan! Ez az. Jó, ez az, double. Szuper. Na, akkor ezek megvannak. Azután bobitam. Kell még egy csónak oda le. Nem tudom, kinyitni a kapukat. Máté, nyisd már ki nekem. Miért tudnád? Nyisd már ki nekem, halt kedves uram, bátyám. Na, vigyük ki. De te miért ott kinyitni? Mert én szuper ügyes vagyok, te meg nem. Megint felvett valamit. Ó, azt a profi vagyok. Láttad ezt? Nem. Ugye nem hagytad ott a falusit? Hát itt van a csónakban. De a másikat? Dehogy nem. De az ki van világítva. De hiába de van nem kivilágítva. Hagytam ott, hanem én betettem a zsebembe, azt így tudom vele. Na, az jó. Akkor legalább biztonságban van. Menjél meg! Ne sürgessél, mert le fogok esni, és akkor itt meg... Csináld meg a fesztivált. Most hát, mert béna vagy, hát most ilyet. Milyen béna? Nézzük, milyen nyugisan lehet menni ezekkel a falusiakkal, nem igaz? Aki előbb odaér, az a mennyire. Aki előbb odaér, te leszel, mert te vagy elől. Hát persze. Tudom, azért mondtam. Ez az, én vagyok a Beng király. Ja, okay. Juhu. Na, és mivel éjszaka van, ezért rá fognak menni az ágyakra, szóval üssük ki a bótokat. És be fog menni az ágyba. Hát... Nem fog bemenni az ágyba. De bemegy. Jó. Irány be fel az ágyba. Büdös okay. Tök. Jó, szuper, megvan. Oké. Okay. Szuper. Na és erre kell itt a... Ide egy hoppert. Ide hotspare. Még egy hoppert. Ide egy harmadik hoppert. Oda egy negyedik hotspert. Nem, oda nem kell negyedik hopper, egy hopper kell. Oké, okay, és hozz egy zombit. Kösz. Szívesen. Hol van zombi mester? Hát nem tudom, valahol biztos találsz. Valahol biztos találsz. Old meg. Nehogy már mindenre én gondoljak már. Oké, okay, visszaszedem ezt, mert a falusiak ugye már ott vannak. Gyönyörű, eddig minden pompásan a terv szerint halad. Oké, okay, na hozok egy chestet, meg két hoppert, meg két vizet. Ennyit kell hoznom. De ez micsoda, hogy tök üres az erdő? Mint a nappal lenne két olyan. Két chest. Két darab hopper, ami szintén két chestbe kerül. Megütött a büdös dög zombi. Jó, persze, azt most bespawnol 10 zombi egyszerre. Há? Ja, 4 hopper kell, nem is 2. Most jut eszembe. Viszed a zombit? Hát, próbálom. Megyek, megyek. Gyertek, Mr. Zombi. És oda kell bevezetni, ahol van az a két trapdooros hely. Jó. De majd mindjárt megmutatom. Igen, és mi kell még? Víz. Jó, az megvan. Máté! Mi az? Föl fog jönni a nap? Siess! Fussatok, zombi! Egy zombi kell, nem több! Véletlenül jó, se! De most, hogyha jönnek... Nem szabad jön. Többet! Jó van, hát akkor öld meg, gyere ide! Jó, megölöm! De ne a első, tehát az van legközelebb! Oké, okay, nézd, és oda! Hülye marha! Oda hát vezess be! Ide! Ebbe, itt! Gyere, zombi! Ott is van egy, és az izé, ármaros, mámaros. Jó, akkor azt hozzuk. Szerintem igen, mert az nem fog jó. Meghalni. Na. Gyere, Mister! Oké, és ebbe vezess bele itt. Oké, és... Gyere csak. Szuper! Juhihá! Ki fog ugrani? Nem fog, nyugi. Nem tud. Na. És hogyha mégis... Oké, és chest. Várjál. Chest. Hello. Nem jó! Ezt nyugodj bele a helyzetedbe. Ez az, bement. Bezárjam a ajtókat? Nem fogom. Igen, bezárhatod. Gyere erre. Jó, bezártam. Hú! Asta. Na. Oké, okay, és víz. Két darab víz. És kész vagyunk. Komoly. Igen. Jó, hát... Ja, nem vagyunk kész. Még azért killing chambert meg kell csinálnom. De még láva is kell, nem? Igen, láva. Jó, hoztam én is egy vizet. Oké, okay, a sarokba ragd le. Jó, melyik? Ebbe. Ide.
Ott a izé! Kijön! De nem tudnak, nem szabadna, hogy ki tudjon hát jönni. Hát mert most már nem tud. Mert most benn van a két víz. Hát de hagyj jött volna ki. Hát kiugrott. Hát de hagyj ugrott ki. Hogy akkor lehet oda spawnolt ide. De oda nem tud spawnolni. Hát itt volt fönn, és így tek. Hát de oda nem tud spawnolni. Tehát nem. Bebizonyosodott. Szegény most nézze, hogy elárulod őt. Szegény most nézze, hogy elárulod őt. Oké, na elvileg így. Most ott áll, és nem tudok innen kimenni. Jó, Krisz. Árulók. Minden most csinálok egy üzét, mert most nincs kedvem visszamenni. Egy crafting table-t. Oké. Ez komoly. Aha. Uh-huh. Én meg mondom. De nekem van crafting table-em. Most van egy. Beüdült. De bódult állapotú. Oké, és kell két darab láva. És ennyi. Húzzál már innen! Ezt is nem adtam olyan. Jó, ezt akkor meg kell ölni. Nincs mese. Nem öli meg a láva. Nincs láva. Még. Oké, viszont betermett, az már egy jó jel. És hogyha most a bent a falusiak, azaz a Lükapál, meg a barátai, ők fognak, és mérgesek lesznek ránk, ugyanis megöltük kedves barátjukat. Nem lesznek mérgesek. Honnan tudod? Megkérdezted őket? Igen. Igen. Jó, hát mondd meg a Lükapálnak, hogy szia Lükapál, megöltük a barátodat mérgesek. Hoppá, ez így nem jó. De ezt hogy kell? Na várjál, ezt meg itt ki kell ötölnöm, de nehogy már ez ilyen nagyon nehéz legyen. Várjál, csinálok még. Ú, kösz, hogy csinálták kerítést. Ez esembe se jutott. Szívesen. Vagyis nem miattat csináltam, csak azért, hogy a projekt. De a projekt érdekében. Aha, hogy neked is segítsük, amúgy azért is csináltam. Na, csak végre. Vicceltem. Szuper. Már csak ide kell. De először ezt meg kell ölni. Mit csinálsz, te marha? Oké. Okay. Oké, okay. Gyorsan, gyorsan! Miért nincs nálam semmi izé? Föld! Jó, oké. Okay. Kész van, oké, okay, már csak két láva kell. Van lávád? Nincs sajnos. Akkor honnan hozzak lávát? A netherből lehet merni a netherből? Igen. Hát akkor le kell menni. Hát most nem állsz, azért menjek le. Na mindegy, lemegyek. És hozok két vödör lávát, és kész is van. Az Iron Farm. Igen, és utána megnézzük, hogy mennyire effektív. Mennyire. Igen, az nagyon fontos lesz. Na, irány Nether. Hozok két darab lávát. Tudnék amúgy máshonnan jaj, is jaj, ne, hozni. Itt szaladgál, itt mászkál a Iron Golem itt a sarokban. Melyik sarokban? Itt a sarokban. A kerítés mellett. Akkor azt is végig ott izéld be, mert nincsen becsinálva ott. Mi? Mi az, hogy mi? Mi az, hogy mi? De mi nincs becsinálva? Mi az, hogy becsinálva? Hát mi az, hogy mi, az, hogy mi nincs becsinálva? Oké, okay, megvan a két láva, és akkor megyek vissza, segítek. Mert hogy te ilyen kis bénuska, béluska vagy. Ó, meg fog halni. Basszus. És még a kaját se hoztam magammal. Ekkora majmot, mint én. No, mi ez? Ez megőrült, hát megöli magát. És direkt ölöd meg magad? Azta, hát ez nem sokan múlott. Mennyi kapsz egyet? De a szerencsére a gyors reakciómnak. A sharpness 5-ös baltámmal egy kritikus nagyon durva, kapsz. Elképesztően nagyon nagy tudásomnak köszönhetően sikerült. De nem csinálná be. De nem csinálná be. Direkt mondom, hogy csinálja be, de nem csinálja be. Meg miért kell ezt végigrakni szőnyeggel? Mert így tök menő. Jól néz ki. Na. Nem az. Egyáltalán nem az. De igen, és... De hova termett? Nem szabadna teremnie ide. Nyugi, ledobálom. Ne rakd végig, ez marha undormányul néz ki. Mi néz ki undormány, az legjobban néz ki. Ez fejezd be, ez undorító, nagyon undorító, hány néz undorító. Ki. De oda nem szabadott volna teremnie, hova termett itt? Lombra nem tud teremni, oda meg már nem szabadott volna neki. Oké, okay, na nézzük meg, hogy működik-e így, hogyha berakom a lávát.
Így elvileg működnie kellene. És nem szabadna sehova máshova teremnie, csak oda be. Hú, na most megjött. Ja, de nem ült bele a zombia izébe, a csónakba. Meg kell egy nameplate, okay, mert és itt van, ég. De spawnolni fog. Oké, okay, akkor ben van a chamberbe. Ben hát van a ben ölő, van. Ölő helyiségbe. Szegény. Szuper, szuper. Szegény, na. Elárultuk ő. Igen, ne menj el onnan, mert jó. A zombi miatt. Oké, okay, okay, és betuszkolom majd oda a csónakba valahogy. Ah, és ez nem zavar egészségesen véletlenül, hogy ha beesek a chesthez, akkor nem tudok kijönni, ha? Hát, ne esd be. Na, spanolj be megint. Miért mellé? Nulla szinten van? Ne, mit kell csinálni, mert nekem itt van, izém? Izét kell, várja, viszek egy envilt, és akkor ott megcsináljuk. Jó, nekem van 11-es szintem. Csak azt nem értem, hogy néha oldalra jön a kedves Iron Golem. Hova? Miért hát egy oldalra spawnol, de utána visszamegy a lávába. Ha a vízbe spawnol, azzal semmi probléma nincs. Az úgy rendben van, hogyha a vízbe spawnol. Csak oda ki ne spawnoljon, oda föl. Hát most pedig három spawnolt be, és mind a három bejött. Itt is sötét van, be fognak teremni mobok, nem? Oda nem tudna. Azért raktam izével, de ez fúj, de undormányul néz ki, ez fejezzük be. Nem néz be. Ki undormányul, te nézel ki undormányul. Anvil, és nevezd el a zombit. Oké, okay. Működik! Jó! Ez az! Szuper! Na, elnevezted a cuccot? Igen. Na, dobd ide. Macskos dög! Tökéletes. Oké, okay, eszek, mert már ilyen halok. Oké, okay, és bemegyek a macskos döghöz, és elnevezem. Ú, nincs pajzsom. Meg adjak. Fogom ölni. Adok. Itt ja, van. Dobja. Hú, gyere macskos dög. De miért nem ül be? Ölj be! Ás ki itt egy izét! Meg fog halni! Vagy nem meg fog, meg ő meg fog jönni? Halni. Igen, és felugrok, és izéljen. És várjál. Be kéne temetni. Oké, és... Most! Szép. Oké, és most jó. Elvileg be kéne üljön a csónakba ott. És nem ül be. Csak ott áll. De miért nem? Hát ott a csónak. Mert megint szűk helyre tetted a csónakot túlságosan is. Jó, hát végül is működik, de attól még nem kéne, hogy mászkáljon. Mert akkor nem lesz olyan effektív. De amúgy működik végül is, és már 36 vasat termelt, mit szólsz? Wow! Azt már 36 vasat termelt? Ja, ja. Már immáron. Már immáron, persze, igen. És 13 popit. Ide kéne hozni kompausztert, és beletenni a popikat. Nem? Amúgy, ja. Szóval működik, csak nem ül bele a csónakba. Mindegy, elneveztem, az a lényeg. Most ott fog állni örökre. Jó. Igazából. Szóval, akkor ezek szerint ez azt jelenti, hogy kész van, életünk első vasfarmja. Igen, és már hal is megint a Iron Golem. És, srácok, arra gondoltunk a Chris-szel, hogy ezt meg lehetne duplázni, vagy triplázni is akár abba az irányba, és háromszor ennyi vasat termelne. Persze ugye az a kérdés, hogy szükséges-e, mert már 44-et termelt ennyi idő alatt, körülbelül 10 perc alatt. Ami azt jelenti, hogy 10 perc alatt 44, az 1 óra alatt. 166. 166. Hát az amúgy annyira nem is jó. De nem is rossz. Mert amúgy nem is annyi. Mert? Hanem 246. Na, azért mondom. És hogyha ezt meg háromszoroznánk, az azért már elég jó. Egy óra alatt elég sokat termelne. Ezt igazából meg lehet csinálni, de nem is szükséges, mert végül is ja. Működik. Majd meglátjuk, hogyha játszunk, akkor hogy termelődik. Mint hogyha majd a következő részekben, mikor építjük azt, amit a srácok leírnak a kommentbe, hogy mi legyen. Igen. Azaz a hajó, a Hinar Farm, vagy az én szuper potifőzős szobám. Ja, és már én már a most tudom, hogy mit fognak írni, de... Igen, a Hinar Farmot. Éj! Nem feltétlenül. De feltétlenül. Mert aki nem a Hinar Farmot írja, azt súlyos büntetés már rész. Nem, csak vicceltem. De most hey! Ilyeneket nem mondjál, ne befolyásold. Juhú, Krisztián! Készen is van! Mit szólsz te ehhez? 10-ből 10-esen örülök. Woohoo! Csak 10-ből 10-es örülés. Juhú. Aztán is nagyon hamar beterem a következő Iron Golem amúgy. Ja, nagyon hamar spawnol. És 5-öt adott, 5 vasat! Azt a kutya meg a macska rúgja meg a bajögyét. Nos, Krisztián!
A helyzet a következő. Készen van az Iron Farm, és ez azt jelenti, hogy örökös Iront, vagyis vasat. Örökös vasat tudunk termelni ezzel úgy, hogy nem is csinálunk semmit. Érte? Igazából. És mit lehetne esetleg vasból építeni, vagy vas? Például egy vas WC-t. Vas WC-t? Szerintem, ha egy vas WC-t például. Igen, és az előző résznek a végén meg azt mondtad, hogy arany WC-t építsünk. Most akkor vas WC vagy arany WC-t? Nem, tudom, srácok, döntsék el.